Újabb lövöldözés volt a magyar határ közelében a Vajdaságban, a szabadkai maghetesi erdőben. Tegnap kora este embercsempész migráns bandák estek egymásnak. Egy golyó eltalált egy illegális afgán bevándorlót. A kiérkező rendőrök mintegy 200 migráns gyűjtöttek össze az erdőben, őket elvitték. A migránsok közötti lövöldözés gyakorlatilag már rendszeressé vált a környéken. A helyiek félelme fokozódik, a hatóságok hiába koboznak el pisztolyokat és géppuskákat, a bevándorlók újra és újra felfegyverzik magukat. Még szombat reggel is folyamatosan menekültek a migránsok a maghetes erdőből, ahol péntek délután volt újabb lövöldözés. Egyikük a híradónak azt mondta, tarthatatlan a helyzet, az embercsempészek ugyanis fegyverrel fenyegetnek mindenkit és pénzt követelnek. Tele van az erdő terroristával, fegyverük van, kalasnyikovokkal járnak, pénzt akarnak mindenkitől, de én nem fizetek. Engem is megfenyegettek, pedig én is afgán vagyok, ők is afgánok. Azt mondták, hogy nem csak nekem lesz bajom, hanem az otthon maradt családomnak is, ha nem adok pénzt, mondta egy migráns. Péntek este óriási volt a rendőri készültség Szabadkán, miután lövöldözés történt a szerb-magyar határ közelében. A híradó információi szerint afgán embercsempészek adtak le lövéseket. A fegyverropogást több helyi is hallotta. Hallottam a lövést, és aztán mentek a migránsok befelé a város felé. A lövöldözés után mintegy 150-200 migráns menekült az erdőből Szabadkára. Őket a szerb rendőrség elfogta és rabszállítókkal szállította el a helyszínről. Egy migráns meg is sérült, akit lábon lőttek, ezt azóta az éjszaka folyamán hivatalosan is megerősítették, és a közleményben még arra is kitértek, hogyha a rendőrök nem értek volna ide időben nagyobb számban, akkor lehet, hogy súlyosabb következménye is lehettek volna annak a lövöldözésnek, ami tegnap délután volt itt. Ez a Szabadka környéki erdő, ez ilyen kedvenc rejtek helye ott számos átszökés tervezőnek, vagy a szervezőnek is. A maghetesi erdőt megszállták a migránsok, erről Bakondi György beszélt nem sokkal az eset után. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója emlékeztetett, hogy nem ez az első ilyen eset. Emberéletet követelő fegyveres összecsapás is volt már ugyanezen a helyszínen. Ezeket az összetűzéseket ezt konkurens bandák folytatják egymással, hogy az adott térségben az embercsempészésből származó üzleti hasznot hogyan lehet learatni. Ez is mutatja, hogy egyébként semmi köze nincs az érkezőknek a úgymond menekültekhez, hiszen szervezett bűnözés segítségével nagyon jelentős pénzeket megfizetve jogellenesen az Unió és a Magyarország szabályát semmibe véve próbálnak átjutni. Az illegális bevándorlás miatt hétfőn magyar-osztrák-szerb csúcs találkozót tartanak. Az Európába tartó migrációs útvonalak közül ugyanis a Nyugat-Balkánon nőtt a legnagyobb mértékben a nyomás. Amíg tavaly összesen 81 ezer illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a magyar hatóságok, addig idén a migránsok száma már megközelíti a 190 ezret.